még akkor még mindig nem omlottam össze, tehát jó, oké, rákos vagyok, minden, megoldjuk, túl leszünk rajta, közben ki lett a nyakamból is egy nyilokcsomó, azt kiműtötték, ugye ilyenkor azért PCT vizsgálat van, megműtenek, biopsziát vesztek, mindent, ez kb. Egy hónapot igénybe vesz, és akkor február 16-án fölhívott az akkori kezelő orvosom, hogy Patrik, ez egy Hodgkin és egy non, és most mindenki kapaszkodja meg, hát behalmoztam az élvezeteket, az egyik legdurvább nyilokcsomó daganatot sikerült beszednem. A tamási származású Kovács Patrik meséli el életének legnehezebb pillanatait, azt, amikor az orvosok 2,5 évvel ezelőtt szembesítették a visszafordíthatatlan, megsemmisíthetetlen ténnyel, súlyos beteg, rákja van. Elmondás alapján bármit hajlandó volt megtenni a gyógyulásért. Úgy gondolta, hogy minden megbetegedésnek lelki okai vannak. Így tudta, hogy nem csak a testén, hanem lelkén is dolgoznia kell, azt is meg kell gyógyítsa. Mondhatom azt, hogy 30 éves koromig én is az átlagos, ha lehet így fogalmaznom, az átlagos emberek mindennapjait éltem, de most már ott gyakorlatilag a nehezén, így a betegségem után túl vagyok, és már rehabilitációs időszakomat töltöm, és már gondozásba is vettek, ami gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy most már abszolút a nehezén túl vagyok a dolgoknak. Ha visszagondolok, akkor azért hát bárcsak korábban is így láttam volna az életemet, mint most, hogy tényleg így a rózsaszín ködben vagyok, mert kőkeményen megtanított az élet arra, hogy igenis az élet apró örömeiben megtaláljam a boldogságomat. Én is azért ugye nyilván mindig az egzisztencia építésén körül járt az agyam, hogy úgy fogalmazzak, minél több pénzem legyen, minél nagyobb egzisztenciám, ha lehet így fogalmazni, hatalmam, és az ember tényleg elveszik ezekben a dolgokban. És ennek a betegségnek a kialakulása, én legalábbis legbelül úgy érzem, hogy abszolút lelki eredetű volt. Volt az életemben egy nagyon nagy törés, amiből nem igazán tudtam kijönni. Nyilván én rendőrként dolgoztam előtte, tehát azért ott is ugye a megfelelési kényszer, ami sajnos rám nagyon jellemző volt, ez azt mondhatom, hogy állandóan megkeserítette a mindennapjaimat, és egy idő után annyira elindultam lefele a lejtőn, hogy mindenben csak a rosszat és a negatív dolgokat láttam. Tehát nem tudtam örülni dolgoknak, hiába értek pozitív impulzusok is, most már persze tapasztaltabban visszagondolva. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút mindig csak a negatív dolgokba kapaszkodtam bele. És amikor azért az emberrel közli az orvosa, nyilván ugye ennek van előzménye, nagyon sokat voltam megfázva, ízületi gyulladás, és most hosszú lenne a sor, és egyszer csak oda megyek egy orvoshoz, és közli, hogy hát itt komám sokkal súlyosabb dologról van szó, mint mondjuk egy ízületi gyulladás, mert daganatos vagy, nyirokcsomó daganat, akkor az ember rögtön elkezd agyalni, hogy hú, hát miért pont velem? Első lépés a gyógyuláshoz vezető úton az volt, hogy elismerte, senki más nem hibáztathat, csak is saját magát, hogy megbetegedett, mondta Kovács Patrik. És közben, amikor az ember a halálos ágyára szól, legszorosabb értében ott találja magát, és az orvosok közben az édesanyjával közlik, hogy 2 hete van hátra, de akkor rájön arra, hogy nem jár minden arany jogon, és igenis apró dolgoknak is meg kell tanulnunk tudni, örülni, mert hogyha ezt elsajátítjuk, akkor én úgy gondolom, hogy az ember már rálép arra az útra, hogy egy boldogabb élet legyen neki. A legnehezebb tusa, ha mondhatom így a betegségem és a gyógyulásom alatt, az talán az volt, hogy megbocsássak olyan embereknek, akik én úgy érzem, hogy esetlegesen belém rúgtak az elmúlt időszakban. Főleg mondhatom például édesapámat is, akivel igen rossz volt a viszonyom, ugye nekem szüleim elváltak, és hát gyakorlatilag semmi viszonyom nem volt apukámmal. Mondjuk ilyen ideig óráig találkoztunk, de hát ugye az nyilván azt azért nem tudnám azt mondani, hogy most apa és fia között nagyon harmonikus lett volna a kapcsolat. És amikor az emberben ugye nagyon sok frusztráció van, gyűlölet van, düh, ezt mondhatom nyugodtan, mert sajnos én ugye megtapasztaltam ezt, nagyon-nagyon nehéz ezt elengedni, nagyon nehéz megbocsájtani. De hogy folyamatosan ezeket a lelki gyakorlatokat elvégeztem, és igen, arra gondoltam, hogy ő is csak egy ember, ő is rengeteg dolgon ment keresztül, nem hibáztatható mindig csak a másikat, először magamba kell keresni, ugye, ahogy mondani szokták azt a bizonyos csomót, és ahogy tudtam megbocsájtani embereknek, akikkel esetlegesen úgy éreztem, hogy bántottak, folyamatosan éreztem, hogy könnyebbül meg a lelkem is. És ezáltal abszolút kezdtem pozitív impulzusokkal is még feltöltődni, és úgy voltam vele, hogy még egy-két tüske azért éreztem, hogy legbelül azért tudat alatt még maradt bennem, hogy ezt kiírom magammal, és egy picit önző módon, hogy egy ilyen öngyógyítással még ezeket a tüskéket kiúszkodjam a lelkemből, és hát szerencsére egyszer csak ott azt vettem észre, hogy több 10 oldalt leírtam, és megmutattam ezt Tamásiban egy szerkesztőnek, Színák Renátának, akinek nagyon-nagyon elnyerte a tetszését, és azt mondta, mivel sajnos ugye Magyarországon pláne nagyon-nagyon sok daganatos megbetegedéssel küzdő személy van, ezért igenis mutassuk meg nekik, hogy meg lehet a gyilkos kórból gyógyulni, csak minden itt dől el fejben. Minimális esélye volt annak, hogy valaki túléli Auschwitzot, de néhányan mégis hazatértek a halál torkából. A túlélők többsége soha nem beszélt az átértekről.
Akadtak azonban néhányan, akiknek sikerült szavakba önteni, hogy mi segítette át őket e nehéz életszakaszon. Viktor Frank hitt abban, hogy az embert elsősorban nem a hatalomvágy, még csak nem is a boldogságvágy vezérli, hanem az a cél, hogy megtalálja élete értelmét. Akkor is, ha az élet szenvedése teli sorssal sújtja. Mert abban a módban, ahogyan a szenvedést elviseli, benne rejlik egy egyszeri és megismételhetetlen, kimagasló teljesítmény lehetősége. Ahogyan az Auschwitzből visszatérőknek, úgy a daganatos betegeknek is, a legnehezebb pillanatokban is fel kell ismerniük az élet apró örömeit. Kovács Patrik szerint ez minden rákos betegnek segíteni tud a felépülésben. Ha az ember fejben rendbe tudja rakni a dolgait, és rájön arra, ez a legfontosabb, el kell fogadni a sorsunkat. Nem hibáztatni az életet, Istent, a szomszédot, az orvost, bárkit, hanem igenis magunkba nézni, és el kell fogadni a sorsunkat, hogy valamiért kaptuk ezt a betegséget. Mindenki nyilván másba hisz, én mondhatom, hogy a karmában ezáltal Istenben találtam meg a hitemet, tehát én abba kapaszkodtam bele, hogy igenis, hogyha én ezt a feladatot föntről kapom úgymond a csakrán keresztül, és én megbetegedtem és megbetegítettem magamat, akkor ott fent okkal bíznak abban, hogy meg is fogom tudni magamat gyógyítani. És onnantól kezdve, hogy elkezdtem örülni pici apró dolgoknak is az életben. Például egy nagyon egyszerű példát mondok, amikor halálátusám után hazamentem, és másnap reggel édesanyám reggel egy tányér műzlit készítette nekem, ott zokogtam a műzli felett. Tányér műzliről beszélünk, de amikor előtte az ember ugye két hétig halálátusát vív, akkor az a műzli is olyan elérhetetlennek tűnik. És amikor ugye ott volt az asztalon, hogy én megérhettem ezt a pillanatot, hogy én még megehetek egy tányér műzlit. Ez olyan szinten elkezdett pozitív dolgokkal, impulzusokkal feltölteni, hogy abszolút nagyon nagy kapaszkodó volt, és ugye jöttek ezek a pozitív impulzusok, amikkel elkezdtem én is élni, pozitívan gondolkodni, örültem egy találkozásnak, egy baráti beszélgetésnek, hogyha valaki egy kicsi lelket öntött belém, mert nyilvánvaló csak hullámhegyel végigcsinálni egy ilyet nem lehet. De a hullámvölgyben vagyunk, és akkor is hinni tudok abban, hogy jön majd hát a hullámvölgy után csak a hullámhegy jöhet, akkor igenis én hiszem azt, hogy nagyon-nagyon sok embernek nyitva lesz a lehetősége, hogy meg tudjon gyógyulni, vagy legalábbis éveket nyerjen magának, ami abszolút belefér abba a kategóriába, ha még daganatos betegként is, de teljes értékű életet tudjon élni. És én úgy gondolom, hogy alapvetően gyarlók vagyunk és gőgösök. Sajnos az emberek így vannak összerakva. Én mindig hiszek az emberekben, egyébként szeretem is az embereket. Bár mondjuk, amikor megbetegedtem, ugye akkor nálam is ugye jöttek ezek a negatív dolgok, és ugye utána elkezdtem pozitívan gondolkodni, hogy de hát az emberek azok, akik igazán fel fognak tudni tölteni. Nyilván megkusztam én is a határaimat, akik esetlegesen úgy éreztem, hogy degradálnának, vagy negatívan hatnak rám, mert nem tudnak pozitívan gondolkodni, őket azért kicsit háttérbe szorítottam, és olyan emberekkel próbáltam magamat körbevenni, akik abszolút pozitívak. Nagyon sok negatív ember kívülállóként azt mondhatnám, hogy a csúcson van, gyönyörű családja van, egészséges, nagy ház, autó, pénz, mi kell még, de minduntalan többet akarunk. Azok a pozitív emberek, akik ugye körbevettek, ők mindig azt mondták, hogy mindig annak körül kell örülni, amink van, és hogy tényleg éljünk a mának, és kapaszkodjunk bele ezekbe a dolgokba, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. És igen, mondhatom, hogy sajnos csak szenvedés alatt nem esedik nagyon sokszor a mai kor emberének a lelke, tehát amikor igazán kapunk egy nagyon nagy taslist, ilyen atyai pofont fentről, akkor jövünk rá arra, hogy bizony nem biztos, hogy nekem olyan rossz életem van. Felépüléséről, életfelfogásának változásairól írt könyvet Van ki út a pokolból címmel. Bevételének egy részét betegeket segítő civil szervezetnek ajánlotta fel, ezzel is segítve a 18. életévüket még be nem töltött daganatos gyerekek felépülését.